Zsúfolásig megtelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár kutatóterme hétfőn. Fiatalok és idősebbek egyaránt érdeklődtek a múlt, a jelen és a jövő iránt. A Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei minden megyeszékhelyen megrendezik a maguk levéltári napját. Ebbe a sorba illeszkedett Nyíregyháza is. Az idei év az egy ilyen speciális év, ugyanis 300 éves évfordulót, illetve az Országos Levéltár Bécsi kaputéri épületében tekintetében 100 éves évfordulót ünneplünk. Úgyhogy erre a tematikára fűzték fel általában a vármegyei tagintézmények a rendezvénysorozataikat, úgyhogy picit a levéltár most úgymond önmagát ünnepli, emlékezik arra az elmúlt 300 évre, csak mondhatjuk ilyen nagyzolóan, amelyet eddig ugye megéltünk. A nyíregyházi intézmény életében ez a szakmai nap már a 30. a sorban, amely egy kicsit több az eddigieknél. Most megpróbáljuk megmutatni a levéltárnak az arszpoétikáját. Hagyomány és megújulás. Szeretnénk megtartani a 30 év alatti jó hagyományokat, a helytörténeti pályázatot, a köszönet nyilvánítást és azokat az előadásokat, amelyekkel mindenki egy picit gyarapodhat a helytörténeti ismereteiben, és szeretnénk előre mutatni is, hiszen a levéltárnak nem csak a múltjáról és a jelenéről szólunk, hanem a jövőjéről is. Valamint azokról a változásokról, amelyek befolyásolták a levéltárak feladatát, küldetését. Megmaradt a gyűjtés, az őrzés és a teremtés is, de a hangsúly változott az elmúlt években. Ami most már nagyon hangsúlyos, és a mai világban úgy gondolom, hogy nagyon fontos, az pedig az értékteremtés. Hiszen itt a múltnak a kincseivel foglalkozunk, azokkal a levéltári adatokkal, illetve ránk hagyatkozott iratokkal, amelyekből megismerhetjük azt, hogy honnan is származunk, honnan is indultunk, és akár egy helyi közösség, egy szülőföld iránti kötődést meg tud erősíteni, vagy akár nagyobb léptékben a nemzetet is természetesen, de úgymond meg tudja festeni maga a levéltár, és ezért gondolom azt, hogy magának a harmadik fogalomnak, az értékteremtésnek egyre nagyobb jelentősége van. A vármegyei levéltár feladata túlmutat a helyi dokumentumok felkutatásán és őrzésén. A határon túli intézményekkel is egyre szorosabb az együttműködés. Az elmúlt 15 évben folyamatosan épült a kapcsolat a Beregszász és az Ungvári levéltárral. Ez a munka fantasztikus eredményeket ért el, hiszen ennek a tevékenységnek köszönhetően lehetett lefordítani a levéltári jegyzékeket, megismertetni a magyar kutatókkal, korszerűsíteni a beregszászi és ungvári levéltárakat, aminek végeredményében ma már sok anyag digitalizálásra került. Az elmúlt 15 év során nagyon sok olyan eredménye van ennek a munkának, amely kézzelfogható, bizonyítékok vannak rá, hiszen a könyvek elolvashatóak, tanulmányozhatók. Ezek közül kiemelném a Beregvármegyei címeres leveleket, annak a kiadását, hiszen egyedülálló módon ez hozzáférhető lett a magyar kutatók számára is. A kijevi központi levéltár ezt az együttműködést példaként tekinti. Mint elhangzott, a közös munkát a jövőben is szeretnék folytatni.